A járvány miatt válsághelyzetbe került helyi turizmust karolja fel, illetve a helybéli vakációzni vágyók számára népszerűsíti Székelyudvarhely és környékének kikapcsolódási lehetőségeit az önkormányzat legújabb programja. A kezdeményezéshez eddig közel 500 az ágazatban tevékenykedő vállalkozás csatlakozott. A Székelyudvarhelyi önkormányzat által megrendelt gazdasági felmérésre épül az a kezdeményezés, amely egyrészt az udvarhelyi vállalkozók jelenlegi helyzetén szeretne segíteni, összekapcsolva az ágazatban dolgozókat, másrészt a helybéli kirándulni vágyók biztonságát tartja szem előtt. Ami itthon nyaralunk nevet viselő program célja, hogy a nyaralni készülők számára ízelítőt nyújtson Udvarhelyről, a környék adottságairól, szolgáltatásairól, illetve kikapcsolódási lehetőségeiről. Azt látjuk, hogy sokan nem tudják, hogy hogyan töltsék el a nyarat, hogyan használják fel ezt a szabadságot. Veszélyes a tengerpartra utazni, nehézkes külföldre utazni, és akkor átgondoltuk a lehetőséget, hogy miért nem hívjuk fel a figyelmet arra, hogy itthon, Székelyföldön, Udvarhelyszéken milyen lehetőségek vannak az itthon nyaralásra. A programban résztvevő szolgáltatók egymás segítve kínálnak érdekesebbnél érdekesebb programokat, különböző kedvezményekben részesítve azokat, akik a projektben található, Mi itthon nyaralunk feliratú matricával ellátott egységek valamelyikét választják. A csatlakozók köre egyre bővül, az elmúlt napokban mintegy 40 vállalkozó jelezte, hogy részt venne a kezdeményezésben. A kínálat bő, hisz vannak éttermek, szálláshelyek, sportolási és kalantúrákat biztosító vállalkozók is. Jó példa erre a Mini Erdély Parkot létrehozó Fazakas Szabolcs és csapata, akik ingyenes belépést biztosítanak a Szejkefürdői létesítménybe azok számára, akik a térségbeli vendéglátóipari egységből aznapi számlával érkeznek.